lehetőleg jobbkor érkezett. Még mindig nem nagyon értem, hogy hogy került maga ide. Ezek szerint ez volt az az életbe vágó dolog, amiért annyiszor keresett. Na de hogyha tudott arról, hogy ez a fickó meg akart engem ölni, akkor Péter, ezt nem most beszéljük meg, jó? A rendőrség kérdezi, nem tudja, ki ölte meg a merénylőt. Az egészből csak arra emlékszik, hogy az előszoba felül érkezett a lövés, és azt terítette le. Világos? De miért nem mondhatjuk el az igazságot, erre most nincs időnk. Ha valaki a szomszédok közül esetleg meghallotta a lövést, értesíthette a rendőrséget. Úgyhogy nekem most mennem kell, a többit később megbeszéljük. A fegyvert valami olyasmire célzott, hogy ő igazából nem is rendőr. Fel tudja idézni, hogy mit mondott pontosan? Igen, hogy profi, mert hogy nem olyan lúzer, hogy rendőr legyen, de nem emlékszem pontosan valami ilyesmit. Tibor, kés soron kívüli azonosítás Baranyai új lenyomatláról a bűnügyi nyilvántartótól. Ha tényleg olyan profi, akkor jó esélye volt már dolga a törvényen. Hát, ha kiderül valami. Intézkedem. Legalább ennyire talányos a mentőangyal személye. Biztos vagyok benne, ha megtaláljuk, rengeteg eddig megoldatlan bűnügyhöz kulcsot kapunk. Úgyhogy, doktor úr, kérem, próbálj meg visszaemlékezni. Hogy nézett ki az a személy, aki lelőtt a merénylőt? Akkor összefoglalom az eddig elhangzottakat. A merénylő magára szegezte a fegyvert. Lövés dördült, és a férfi holtan esett össze. Amire felfogta, hogy mi történt, odakapta a fejét, és már senkit nem látott. Így van. Sokkos állapotba került, néhány perc is eltelhetett, amíg felhívta a rendőrséget, és csak ezután sietett ki a ház elé, de akkor már senkit nem látott. Ez így történt? Pontosan, legalábbis így emlékszem. Kérem, próbálj meg visszaemlékezni. Hát, ha eszébe jut még egy jelentéktelennek tűnő részlet. Bármilyen apróság, amin elindulhatnánk. Semmire nem emlékszem. És a szomszédok nem láttak, nem hallottak semmit? Semmilyen érdemleges információval nem tudtak szolgálni. Ezt nem hiszem el. Most hívtak a központi nyilvántartóból, megjött az eredmény. Az eddig Baranyai Sándorként ismert személyt korábban több súlyos bűncselekményért is körözték. A valódi neve Takács Sándor. De hogyan férkőzhetett be a rendőri állományba? Úgy, hogy felvette egy nemrégiben rejtélyes körülmények között eltűnt kollega személyazonosságát. Valószínűleg ő ölte meg, és ő vette el a papírjait is. És a Takács Sándornál most talált fegyvernek. Van valami előélete? De van ám. A labor megtalálta rajta Várnagy előd új lenyomatát. Jó, mi? Tehát az árrendől Várnagy előttől kapta a fegyvert. Nyilvánvalóan az ő megbízásából akarta elkövetni a merényletet. És azért nem törölt el a Várnagy új lenyomatát, mert nem ilyen végkifejlete számított. Elnézést, ezt most el lesz fölvennem. Igen. Szia, Zoli. Megérkeztek? Igen, itt vannak. Mikor érsz ide? Pár perc is ott vagyok. Elnézést, nekem most muszáj bemennem a kórházba. Átszállítják Alexát egy németországi klinikára. Persze, menjen csak. Ha végzett, akkor ugorjon majd be a rendőrségre. Alá kell írni a tanúvallomását. Jöjjön, doktor úr, beviszem a kórházba. Köszönöm. Apa, mehetek veled. Szeretnék melletted lenni ezekben a pillanatokban. Már hogyha te is úgy gondolod. Fáj a fejem, majd szétesik. Nem csodálom. Azok után, amin keresztül mentél. Amikor néhány órával ezelőtt ott térdeltem, és az a fickó rám tartotta a pisztolyát, akkor tudod, mi suhant át az agyamon? Mi? Hogy milyen csodálatos, hogy így alakult. Mindjárt együtt lehetek Alexával. Őrület mi? Jó, ezt gyorsan felejtsd el. Alexa nem halt meg. Persze, hogy nem. Persze, csak. Én akkor valahogy úgy éreztem, pontosabban nem is éreztem, hanem tudtam. Tudtam, hogy Alexa és én ugyanabban a pillanatban fogunk meghalni. És együtt lépünk át. Valahová. Hová?
nagyon nehéz ezt így leírni. Nem is az a lényeg, hogy hová, hanem hogy együtt. Fogtuk egymás kezét, és valami elmondhatatlan jó érzés kerített a hatalmába, amilyet én még az életben nem éreztem. És most? Most mit érzel? Számomra ez a látomás azt jelenti, hogy minden lehetetlen helyzetből van kiút. Ha én túléltem ezt a merényletet, és az előzőt is túléltem, akkor Alexa is fel fog épülni. Mert nekünk együtt kell lennünk. Fognunk kell egymás kezét. E felül semmi kétségem. Jaj, apa. Ez gyönyörű érzés lett. Úrtök. Egy képes nap. Mama jött. Chicagóból. Kitől? Alexa. Hát tudom. Erről beszéltem. Szerelmem, látod, milyen messze kellett eltávolodnunk egymástól, hogy tudatosodjon bennem, milyen nagyon szeretlek. Biztos vagyok benne, hogy minket az Isten egymásnak teremtett. Ezért nem állhat közénk se ember, se hegy, se óceán. Minket soha semmi nem választhat el egymástól. Szeretlek, Alexa.